Az Albert-Schweitzer kórházban már több mint 10 éve folyik vastagbélszűrés. Dr. Rosta Ildikó gasztroenterológust, a kórház orvosi igazgatóját és dr. Popovics József laborvezető főorvost a témában írt cikkükért már 2004-ben kitüntette a szakma. Az orvosi heti lap Markusovszky Lajos díját ítélték oda nekik. Most a kórház saját költségén 8 millió forintból vásárolt egy modern kolonoszkópiás eszközt. Ezzel már a korai stádiumban lévő elváltozásokat is lehet látni, mondta dr. Popovics József főorvos. Egy olyan bizonyos hullámhoz tartományban olyan fényt bocsát ki, jelen esetben kék fényt, itt ha képernyőt megnézik, ami által a daganatok szinte sejtszinten észrevehetők, 1 milliméter vagy még ennél kisebb formában is, illetve még ha ránt másik gombot megnyomunk, másfélszeres nagyításban tudjuk ábrázolni. Ennek ott a jelentősége, hogy Magyarországon vezető halálok közé tartozik a vastagbélrák, akkor ezeket az elváltozásokat már rák megelőző állapotokban észre tudjuk venni. Dr. Popovics József főorvos hozzátette, az új eszközzel egy év alatt akár 20%-kal több polipot és daganatot tudnak majd eltávolítani, mint a korábbi években. Egyik irányba 180 fokban mozog, másik irányban. Ezen a kamerán keresztül látják a bélben lévő elváltozásokat, amiket ezzel a kis húrokkal tudnak eltávolítani. A modernebb eszközzel a kórház az országos vastagbélszűrő programhoz is csatlakozik, amelynek célja, hogy minél többen vegyék igénybe a vizsgálatot. Egy kisebb kellemetlenséggel elkerülhető a nagyobb baj, hangsúlyozta dr. Rosta Ildikó. Az endoszkópos labor eddig is jól felszerelt volt, viszont némelyik műszer már hosszú életű itt nálunk, ugyan nagyon vigyáztunk rájuk, és tudjuk őket használni, viszont az új vastagbél szűrő program, ami Magyarországon elindult, ennek egyik feltétele, hogy egy ennél modernebb, amivel rendelkezünk, ennél modernebb vastagbél vizsgáló eszközzel rendelkezzünk. Ezért tartotta fontosnak a vezetés, hogy tudjunk csatlakozni a Magyarországi Vastagbélszűrő Programhoz, és ezért került kigazdálkodásra ez az eszköz. A vastag és végbélrák a tüdőrákot követően a második leggyakoribb daganattípus Magyarországon, és a második leggyakoribb oka a daganatos halálozásnak is. Magyarországon évente körülbelül 10 000 embernél fedeznek fel vastagbélrákot, és csak nagyjából minden második ember éli túl a betegséget. Ezért is fontos felhívni a figyelmet a megelőzésre és a szűrővizsgálatokra.